Én olyan szinten megrémültem, fájt az ő sírását hallgatni, bizonytalanná váltam és megijedtem, egy hete nem mostál hajat, mindenáron meg akartam felelni valami saját magam által nyújtott elvárásnak. Mindent jól csináltam. Sziasztok! A mai videóm arról szólna, hogy hogyan éljük túl az első kisbabás hónapot. Csak a saját tapasztalataimat és gondolataimat idézem, tehát nem hivatalos álláspontról van szó, és mint ahogy ez lenni szokott, ez sem egy kőbe vésett dolog. Minden kisbaba más, minden anyuka más, viszont azt vettem észre magamon leginkább, hogy az első időszak kétségbeesése az hozta ki belőlem, hogy totálisan kontrollvesztett állapotba kerültem, és nem volt kihez, nem volt mihez nyúlnom, ezért aztán nyúltam mindenkihez igazándiból, és arra gondoltam, hogy összeszedek nektek néhány gondolatot, ami úgy nekem magamnak segített, illetve nekem felmerült a Lénával az első időszakban, hogy hát, ha nektek is mankó lehet. Talán erőt és lelket önthet mindenkibe, aki megijed, kétségbe esik, elbizonytalanodik. Az első és legfontosabb talán az, hogy nem szabad kétségbe esni. De tényleg, én olyan szinten megrémültem, és elvesztettem a kontrollt az első néhány hétben, hogy magam is meglepődtem rajta. Ezáltal úgy éreztem, hogy elhagynak az ösztöneim, hogy nem vagyok képes rá, nem is az, hogy nem vagyok képes a gyereknevelésre, hanem mindenre tudni akartam a választ, minden új volt, minden akkora elánnal és súllyal nehezedett rám, olyan meglepetésszerűen, hogy erre tényleg nem lehet felkészülni. Tehát azért sok mindenkitől végighallgattam, sok mindenki elmesélte a saját történetét nekem is, de mindaddig, amíg ezeket a saját bőrünkön át nem éljük, addig igazából ez egy teljesen testidegen dolog lesz számunkra. Értjük, de úgy nem érezzük így zsigerileg. Szóval, hogy nem szabad kétségbe esni. Természetesen, amiket én most elmesélek nektek, azok úgymond az idealizált helyzetre vonatkoznak. Tehát tudom jó, hogy vannak valóban nehéz helyzetek, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy a kommentekben most ne azzal esetek aztán nekem és egymásnak, hogy úristen, de akkor, hogyha ez is ez történik, meg akkor, ha az is az történik, akkor ez nem így van, mert ez igaz. Tehát ezt teljesen aláírom én is, de mindenkinek a saját élethelyzete is egy nagyon-nagyon újszerű állapot. Még nehezebb a helyzet akkor, hogyha egyedül vagytok. Mármint, hogy már ketten vagytok, de mondjuk nincsen mellettetek egy társ, és ez igaz férfira is, és nőre is. Annyira kiszolgáltatott állapottá válik, hogy jó az, hogyha fel vagytok arra készülve, hogy mi mindent érdemes lelkileg a helyére tennetek. Nekem nagyon sokat segített ebben a házi gyermekorvosom, aki egyébként még az én gyermekorvosom volt anno kis gyugszoros koromban, és ő egyszer még az első héten idejött hozzánk ugye a Lénát megvizsgálni, és akkor egy másfél órát beszélt velem, ami ugye addigra már az egy hét rengeteg újdonságot hozott, és iszonyatosan nagy súllyal nehezedett a vállamra, úgyhogy engem annyira jó gatyába rázott azzal a másfél órás kis előadással a doktor úr, hogy ebből szeretnék most átmenekíteni nektek egy pindulkát. Ide tartozik még az is, hogy a kicsi jól van. Nem kell kétségbe esni, hogyha sír. Én annyira meg tudtam ijedni, és annyira fájt az ő sírását hallgatni, hogy a szó szerint a szívem szakadt meg, de tényleg olyan mélységeibe megy le az ember lelkének, ami addig egy ilyen teljesen felfoghatatlan állapot volt számomra. Nem tudtam, hogy ilyen létezik. És bizonytalanná váltam, és megijedtem, és mindenáron meg akartam felelni valami saját magam által nyújtott elvárásnak. Ne kérdezzétek, hogy ez mi volt, ne kérdezzétek, hogy ez milyen pillérek mentén mozgott. Azt tudtam, hogy összeomlottam idebent, bármennyire is tartottam magamat. Anyukám egyébként ezt látta rajtam, és mindig próbált megnyugtatni, hogy ne izguljak már, ne idegeskedjem túl ezt az egész helyzetet, minden rendben van, jól csinálom. És a legfontosabb, amit szeretnék nektek mondani, és ezt kérlek, hogy véssétek be, mindent jól csináltok. Ezt nem lehet elrontani, hiszen nincs mit elrontani. Itt ez a kicsi kis lény, a kisbabátok, a gyermeketek, aki hozzátok érkezett, aki miattatok jött el a világra, aki bízik bennetek, aki az életét, a kis lényét a kezetekbe adta. Ha ő bízott bennetek ennyire, akkor ti is bízatok magatokban.
Szerintem ez, ha ezt valahogy így be tudjátok magatoknak ültetni, ágyazni valami kis hátsó mappába, akkor ha bármi olyan pillanat adódik, amikor megijednétek, és elbizonytalanatok, vegyétek ezt elő, de elő fog ez jönni magától is. És tudjátok, például, ami engem mindig nagyon megijesztett, az az esti altatás volt. Estére a babák elfáradnak, nagyon-nagyon sok impulzus éri őket, minden új ebben a világból, a hangok, a szagok, az emberek körülöttük, a tárgyak, a színek, nem színek, tehát tényleg minden az, hogy fel vannak öltöztetve, vagy éppen mesztelenül vannak, gondoljatok bele, hogy ott voltak eddig abban a biztonságos anyahas közegben, egyetlen egy dolguk volt, még pedig az, hogy mosolyogjanak, amikor hallják az anyukájuk hangját, és élvezik a lebegést a magzatvízben, és semmi másra nem volt dolguk. Most itt vannak kint, és iszonyatosan el vannak anyátlanodva, a szó jó értelmében természetesen, hiszen ti ott vagytok mellette, és ebben ti segítség vagytok számára. A Léna például egy nagyon-nagyon nyugodt baba, de engem már olyan alapdolgok megleptek, mint hogy a baba sír. Hát ez most marhára viccesen hangozhat, de tényleg. Hiszen amit olvasunk és tudjuk, és felkészítenek minket rá, hogy a babának különböző sírásai lesznek. Ezeket a sírásokat tényleg meg kell tanulni. Ez nem fog elsőre jönni. És nem magatokat okoljátok akkor, hogyha nem jöttök rá egyből, hogy miről van szó. A legjobb, hogyha három alapdolgot szépen a fejetekben végigpörgettek. Bekakilt, bepisilte, tisztába tettene, evette a baba. Mert ez a három lehet az, ami elsődlegesen neki itt az új világban gondot okozhat. Az, hogy valami, mint negyedik pont itt zárójelben felmerül, hogy fájhat-e valamilyen, azért az esetek kevesebb százalékában fordul elő. Ezt maga az orvos is mondta. Tehát nincs más a szüksége, mint a ti megnyugtató biztos karotokra, és hangotokra, és szeretetetekre. Amikor nagyon-nagyon nehéz helyzet adódott, hogy a Léna mondjuk már órák óta sírt este, amikorra én is elfáradtam, mert megvoltak a magam lelki és testi vívódásai, a szülési fájdalmak, a császármetszés utáni fájdalom, a bizonytalanság, a fáradtság, a kialvatlanság, az éhség, a szoptatással járó nehézségek, ezek mind-mind a mi energiáinkból vesznek el. Értelemszerűen merültök a nap végére. Úgyhogy mire oda jutok, hogy végre ágyba kerülnétek, és szeretnétek, ha a pici is elaludna és ágyba kerülne, addigra már tényleg nagyon-nagyon-nagyon pengeiben táncoltok az idegeiteken. Ekkor kell a leginkább elővenni azokat a gondolatokat, amiket most én így próbálok veletek megosztani, és azokat a támogató és megerősítő érzéseket, amik itt vannak bent. Bent van a szívetekben, onnantól kezdve, hogy ez a pici baba megfogant. Én nekem például az egyáltalán nem volt kiborító, hogy a Léna sírt. Mert hát tudom, hogy egy kisbaba sír, és így jelez. Ezt egy jelnek fogjátok fel. Volt olyan, hogy azért igazán tudtam imádni és szeretni, ahogy legörbült a kis szájacskája, és ő elkezdte mondani nekem, mert egy annyira cuki lény, hogy a szívem túlcsordult olyankor, de komolyan. És az esti sírások is olyanok voltak, hogy inkább a fáradtság vett ki belőlem nagyon-nagyon sok energiát, és bizonytalanított el, amikor már másfél órája ringattam, és este 11 volt, és ő még mindig nem akart elaludni. És néha olyan keservesen és fájdalomtelien tudott sírni, hogy megijedtem, hogy mi lehet a bajna. És akkor itt jöttek ugye ezek a kis kapaszkodók, amiket az orvos is mondott, amit én is próbálok nektek mondani. És ami nagyon fontos, hogyha együtt vagytok, a pároddal, a társaddal, akkor egymást nyugodtan nyugtassátok meg, és biztassátok, és segítsétek, és ne a vita legyen az elsődleges kérdés, hogy ki hogyan tud a másikba belekötni, hanem tudjátok azt, tényleg észre tudjátok azt, hogy ez mind a kettőtöknek, sőt igazából mind a hármatoknak egy egészen új élethelyzet. Ezeket meg kell ismerni, ezeket meg kell szokni. Támogassátok és biztassátok egymást, és segítsétek. A férfiak azt gondolom, nagyon sokat tehetnek ott a nőkért, hogy bizonyos dolgokat, teendőket levesznek a vállukról otthon. De ha nem, akkor, és itt jön a következő fontos pont, engedd meg magadnak, hogy elengedsz bizonyos dolgokat. Ne nyomasszon az, hogy nem porszívóztál, hogy van mosatlan, hogy nem tudom, egy hete nem mostál hajat, vagy hasonló apróságok. Ezeket a dolgokat
felejtsd el. Meg kell próbálnod kiiktatni. Az első 6 hét, a gyermekágyi időszak, az tényleg arról szól, hogy összeszokjatok. Furcsának tűnhet, nehéz lehet ezt most így elképzelni, de komolyan. Nincs időt főzni, szart le! Fogd meg a telefont és rendelj magadnak. Nem kell az, hogy minden egyes területen így kipatintva helytálljál. Ezt amúgy senki nem várja el tőled, csak te magadtól. Szokták mondani, hogy az anyák szeretik egyébként szerintem így megversenyeztetni magukat egymás között, titkon vagy direkte, hogy ki mit tud teljesíteni, nincs rá szükség. Jó, a kutyát nem fogja érdekelni, te hazamész, és az lesz a fontos, hogy a kicsi gyermekeddel hogyan vagytok együtt, milyen kis burkot húzol fel magatok köré, amiben ti jól érzitek magatokat. És nem fog ott állni, ha hátad mögött az az anyuka a piacról vagy a játszótérről, hogy mindezt számon kérje rajtad. Sőt, tudod, mit mondok? Az az anyuka hazamegy, és ugyanúgy megvívja a saját maga csatáit. Oké? Ez az egész egy ilyen kirakat szokott lenni, ezt sajnos hozzuk magunkkal, nincs rá szükség. Te vagy a picit anyukája, te vagy neki a legfontosabb, te vagy a világ a közepe. És ezt vésd be, mélyen, meg ide is. Mert a legfontosabb szerintem ez, hogy tudd. És magadban is higgy, nincs miért bizonytalankodnod. Én ugyanúgy bizonytalankodtam. És egyszerűen jött egy pont, ahol hál' Istennek sikerült azt érzem átfordítanom magamban ezt az egészen, és megnyugodtam. És itt vagyok egyedül, és bárki, ha megkérdezi tőlem, csak annyit tudok mondani, hogy milyen a kis csaja egyedül. Pff, csodás, Isteni, milyen lenne, imádom! Mert milyen nehézség adódhat. Nem tudnék nektek pillanatnyilag tényleg semmi olyat felmutatni, vagy felsorolni, amire azt érzem, hogy uff, ez de szörnyű. Vannak kialvatlan éjszakáim? Vannak. Nem tudom, gyerekek, hát x idő után már nem lesznek. Azért vannak a gyermekeink, hogy mindazt a tudást, amit eddig megszereztünk, át tudjunk nekik adni, hogy szeretetben, gyengédségben, odaadásban, törődésben tudjanak felnőni. És amikor jött a baba, akkor mi ezt vállaltuk. Aki a 9 hónapon keresztül erre nem trenírozza magát, annak most itt hirtelen tényleg így rá fog ez az egész zúdulni a nyakára, a vállára, de semmi baj nincsen ezzel. Jó, nem lehet mindenre felkészülni. De nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Azt gondolom, hogy jó az, hogyha kiszervezel feladatokat. Mert miért ne tehetnéd meg? Ha közelben vannak a nagyszülők, bátran engedd meg nekik, hogy segítsenek. Valószínűleg ők babázni szeretnének inkább, tehát itt a szülőknek is egy kicsit a nyitottságát kell kérnem arra, hogy támogassák a gyerekeket, hiszen jusson eszükbe az, hogy egykoron ők is keresztül mentek ezen, és mondjuk mire volt akkoriban szükségük. Leveszel terhet, illetve levesznek terhet a vállukról az anyáknak, az apáknak, hogyha olyan dolgokban a kezük alá dolgoznak, mint például a főzés, visznek nekik egy tál ételt, egy picit tesznek, vesznek, rendezgetnek körülöttük. Viszont nagyon fontos, a nagyszülőknek szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy ilyenkor egyik újdonsült anyukának és apukának se arra van szüksége, hogy hát utasítsák őket, megdorgálják őket, azt bizonyítsák, hogy ők hogy csinálnák másképp, hogy csinálták másképp, jobban csinálták-e. Ez nem arról szól. És ha józanul belegondolunk, bárki ebben a helyzetben tudná azt, hogy amikor ő keresztül ment ezen, akkor az neki is esett jól. Úgyhogy ebben egy kicsit tudatosnak kell lenni, de hát ilyen világot élünk, és szerintem jó erre felkészülni fejben. Barátok, barátnők! Ebben az időszakban szerintem nagyon-nagyon sok információt fogtok kapni. Rengeteget. Kinél mi, hogy vált be, és mi sikerült. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg információt is szeretnétek megtudni. Én is ilyen voltam. Foggal, körömmel kapaszkodtam minden egyes apró infóba, ami úgy lecsapódott nálam, és úgy kíváncsi voltam rá, és engem foglalkoztatott. Igen ám, de a túl sok információban iszonyatosan el lehet veszni. Neki miért úgy sikerült? Jaj, ő más mondott, a harmadik megint egy másik dolgot mondott, és fogalmad nem lesz róla, hogy akkor most én hogyan csináljam. Nekem az igazi ösztönösség akkor jött az életembe, amikor ketten a Lénával hazaköltöztünk. Egymásra voltunk utalva. Én is meg tudtam nyugodni, mert azt éreztem, hogy jaj, de jó, a saját kis otthonomban. És végre az érzékelőim azok kinyíltak rá. Tehát amikor 6 hétig otthon vagytok a babával ketten, mert azért többnyire ugye a férfiak
férfiaink elmennek dolgozni, és megteremtik ugye a hátteret, a hátországot, mind anyagilag, mint minden más szempontból. Ott minden anyuka magára van utalva, és csak a gyermekére tud fókuszálni. Szerintem választhatok ki magatok körül 2, nagyon maximum 3 embert, akinek a véleményére adtok. Vagy azért, mert az életvitelük, az értékrendjük, a nevelési módszereik megegyeznek a tiétekkel, és akkor tőlük tudtok segítséget kérni. Vagy azért, mert nektek már tetszett az, amit ők egykoron csináltak, és létrehoztak, és hisztek nekik, és adtok a szavukra. Mindenki más egy fölösleges teher lesz a hétköznapjaitokban, őszintén mondom. Én kaptam olyan 4-5 kéretlen tanácsot, amire baromira nem volt szükségem. Mindenki más, minden baba más, és nem lesz az ő állításuk igaz a tiétekre sem. Amikor azt mondom, hogy választhatok magatoknak 2-3 embert, akik segítségetekre lehet, akkor az is inkább úgy jó, ha úgy zajlik, hogy megbeszélitek, hogyha van kérdésen, akkor aztán utána egy átlagot vonz az ő véleményükből, és ne azt akart magatokra ráerőltetni, mert annak semmi értelme nem lesz. Az első időszakban a kicsi, az gyakorlatilag 3 dolgot csinál. Eszik-iszik, ezt vegyük egynek. Alszik, szarig. No para, ennyi. És a gyereknek erre van szüksége. A picik az első hónapban nagyon-nagyon sokat fognak aludni, főleg napközben. Valahogy ugye az ő biológiai órájuk úgy van beállítva, hogy az éjszakákat, azokat meg szeretik végigordítani. A kicsi Léna, hál' Istennek mondhatom, hogy az első hónap utántól, de már az első hónapban is gyakorlatilag csak egyszer, nagyon ritkán 2-szer kelt fel éjszaka, de ez azért tényleg egy kivételezett helyzet, és én ezért végtelenül hálás vagyok neki, de tudom jól, hogy ez nem így működik, a mi családunkban se így működött, én voltam a jó alvó, az öcsém volt a rossz alvó, tehát ismerem ezt a történetet is. De már ez a egy-két ébredés is éreztem, hogy rám milyen hatással van, úgyhogy nagyon meg tudom érteni azokat az anyukákat, akiknek mondjuk másfél óránként 2 óránként kell éjszaka felkelniük, és egyszerűen energiátlanná válnak. Én tudom, hogy ez nehéz lehet, itt csak azt az egyet tudom mondani, hogy tartsatok ki. És amikor úgy érzitek, hogy nem bírjátok tovább, akkor legyen valami kapaszkodótok, ami a leginkább szerintem, hogy szeretet tud lenni, hogy szeretitek a gyermeketeket, és megnyugtatjátok magatokat azáltal, hogy előveszitek tényleg ezeket a kis információkat így a kis agyból, amikor már úgy érzitek, hogy na akkor kell elővenni ezeket, mert nekem is volt olyan pontom, természetesen. Valakinél ez az időszak eltart 6 hétig, lehet, hogy 2 hétig, és utána beáll egy rendszer, vagy lehet, hogy 8 hétig. Tehát ezeket az időszakokat nem úgy kell venni, hogy ezek kőbe vésett szabályok és rendszerek. Én is igyekeztem kérdezősködni egy-két ismerősnél, és meg voltam rémülve, hogyha a Léna nem ott tartott, ahol azt láttam, hogy a másiknak a gyermeket tart, akkor úristen, biztos, amit én csinálok rosszul, mert a Léna nem lehet rossz, ugye, hát ő a maga tökéli. De hogy akkor elkezdtem magamat hibáztatni. Nincs erre szükség. Nem kell mindenféle kommentre odafigyelni, meg hasonlókra. Magatokban bízzatok, és adjátok meg magatoknak azt a szeretetet és tiszteletet, amire szükségetek van, hogy jó anyák vagytok, és mindent jól csináltok. Vannak olyanok, akik fürdetnek minden nap, vannak olyanok, akik egy héten csak egyszer fürdetnek, és összedőlt a világ, nem? Mindannyian felnőttünk. Adsz egy cumit a gyerekednek? Van, aki azt mondja, hogy úristen, cumit, nem? Valaki meg azt mondja, hogy de, adok neki. Én is ilyen voltam. Először az úristen, ne, aztán adtam neki. Mert azt éreztem, hogy a Lénát megnyugtatja, és szükség van rá. Könyörgöm, ismertek olyan felnőtt embert, aki életében végig cumizott? Na, ugye, hogy nem. Szóval ilyen apróságokban érdemes néha azért belegondolni. Tudom, hogy ebbe aztán úgy le lehet ásni, mint hogy minden másba is lehet ásni. Pocakfájós-e a gyermek? Igen, vannak gyerekek, akik pocakfájósak, és vannak, akik nem. Teszem hozzá, ők a mázlisták. Léna is egy picit pocakfájós volt. Nagyon-nagyon keserves az a sírás egyébként, amit ilyenkor hall a szülő, és tényleg olyan, hogy a szívedet facsarják ki a helyéről. Érdemes védőnővel, érdemes orvossal is beszélni.
te ismered a saját tűrés határodat, hogy mi az, ami neked bele fog férni, hogy szélcsövet használsz, használsz-e mindenféle görcsoldó cseppeket esetleg, természetes kivonatot szeretnél, vagy elmész a gyógyszertári termékek irányába. Itt most direkt nem mondok neveket és márkákat, mert nagyon sok lehetőség van. Én azt gondolom, hogy fogod tudni, és a baba is fogja tudni, hogy ha valami nem válik be, úgyis muszáj leszel a másikat megválasztani. Nagyon-nagyon sok technika vannak fönt az interneten, egyébként baromi jó videó, ami legalább 8-10 verziót bemutat, és nem mint gyógyszeres megoldás, hogy mit lehet csinálni olyankor, amikor a baba pocakfájós. Én ezeken végigmentem, próbáltam a gyerekkel varázsolni, és rángatni a pociát, meg simogatni, meg nem is tudom, meleg borogatást tenni rá, tudjátok, ezzel a megmagpárna, meg ilyesmivel, tehát hogyha valami egy idő után nem jön be, nem működik, akkor tovább kell tudni lépni, és akkor azt a megoldást próbálgatni, és választani, amelyik aztán beválik. Aztán az öltözés. Egyik baba se szereti az öltözést, ne esetek kétségbe, ennek a nehezén túl kell lenni. Oké, valószínűleg végig fogják ordítani, de lehet, hogy csak a léna ordítja végig azokat az időszakokat. Szóval látjátok, ez is olyan, hogy egyik baba így, másik baba úgy. Azt gondolom, hogy a második gyermekes anyukák tudnának engem a leginkább megerősíteni abban, hogy a második babára szinte kivétel nélkül mindenki belazul, mert már tudja az, hogy mi az, ami túl izgult, túl aggódott, mi az, ami nem volt azért annyira fajsúlyos, mint amire elsőre gondoltad, de mivel akkor ugye az újdonság varázsa mindenkin keresztül ment tetőtől talpig, ők se tudták akkoriban. Szóval lehet, hogy még jobb lenne, hogyha egyébként ezt a videót egy kétgyermekes anyuka a második gyermek után készíteni el nektek, én is azt gondolom, hogy szerettem volna egy kis kapaszkodót nyújtani nektek a milyen az élet a babával az első hónapban témára. Egy dolgot szerintem sose felejtsetek el, ez tényleg nem tart örökké, és ezek az időszakok amúgy rendkívül sok szeretettel és jó érzéssel vannak tele, de komolyan, tehát, hogy a hormonok is működnek, ez tény és való, és nem lehet elvenni ettől a helyzettől. A tudatosság az nagyon-nagyon sokat számít. Az, hogy félreteszitek az eddig gondoltakat, és beengedtek valami egészen újat, és nyitottak vagytok erre az újra. A legtöbbet a szeretet és az összefogás segít nektek. És higgyétek el, hogy napról napra, de tényleg napról napra jobb lesz a helyzet. A pici babák rengeteg szeretetet tudnak adni, rengeteg öröm és cukiság van bennük, és mi, a mi kis érzékelőink, azok nagyon-nagyon jól ki vannak ezekre hegyezve. Ha jön egy nehezebb pillanat, akkor próbáljátok ezekre a pillanatokra gondolni. Írjátok le magatoknak, tegyétek ki a lakásba, bármi, amire szükségetek van. Higgyétek el, hogy napról napra, de komolyan napról napra jön a változás, látjátok a gyermeketek fejlődését, nyílik ki neki a világ, és egy iszonyatosan csodás időszak. Mindannyian jól tudjuk, hogy eljön az az idő, amikor már nem az anyukáink nyakán fogunk csüngni, most kell ezt kihasználni. Na, hát remélem, hogy sikerült segítenem, vagy legalábbis érdekes volt számotokra ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, ha van kedvetek, iratkozzatok fel, vagy csak szörföljetek, nézzétek meg néhány korábbi videómat, én pedig jövök a nem sokára a többi tapasztalatommal. Ha van kedvetek, akkor kommentbe írjátok meg még azt is, hogy nektek mi az, ami bevált az első hónap nehézségei nyomán. Bár azok igazából nem is nehézségek, csak kihívások, feladatok, amiket meg kell oldani. Puszi, sziasztok, szép napot!